Na nézzük. Következő három csillagos elme baj. Jaj, már most látom, hogy tetszeni fog. Főleg így, ha nem tudom elérni a bónuszt. Ez a cukcsi kis izé, tüskés szar. Ez fölül nem szól, ugye? Nem. Jaj, de állat cuki vagy. Ja, és ilyen cumi van a szájába? Hát egyen meg. A Nintendo-nál az elég pihent agyú fejlesztők vannak. Ezeket én rühellem. Ezeket a lényeket. Nem tudom miért, de úgy utálom őket. Ez mindig akkora turbánja van, hogy lehetőleg... Úgyni. Pukkadják ki. Ó. Jaj! Igen, itt ennyi. Jaha, biztos, hogy előbb-utóbb ezek bele fognak érni ebbe a higanyba. És... Aha, de vicces! Ez nagyon funny! És akkor olyan csúnyán meg fogok pukkolni, mikor lecsúszik a jobb oldala vagy a bal oldala, és pont beleér a pupikám a... folyékony fénybe itt alul. Ez nagyon cuki, ez a kis cumis lény. Hát ez akkor elme baj. Tudom, mi értelme, hogy én kaptam ilyen buboréklövést. Nem vagyok benne biztos, hogy ez bármit ér. Remélem, nem hagytam ki ott semmit. Ó, de cuki! És itt is csúszkál alul valami? Aha. És akkor kell pont ráugranom, amikor ott lesz középen. És aztán se erre, se arra nem tudok tovább menni vele, mert nem férek be a... Hát ez nem sikerült, mondjuk úgy. Fogalmazzunk úgy, hogy nem sikerült. Istenem. Na, itt biztos van valami. Valahol valami. Olyan nincs soha, hogy nincs valahol valami. Ó, checkpoint. Meglepően üres terület, itt most épp nem volt semmi. Valami csúnya durvára készít fel, gondolom. Vagy itt rohadtul el van rejtve valahol valami, amit észre kéne vennem. Na jó, hát majd, ha nem lesz meg minden, mert mindig ezt csinálom, egy csomó időt elszúrok ilyen semmire kellő helyeken, ahol minden üresnek tűnik, és elkezdem keresni a checkpointot, na oda balra, alulra tuti, hogy be kell mennünk, és ezelől kell valahogy elmenekülni. Szóval, hogy valahogy... Jaj, most fog kinyírni. Tehát, hogy olyan helyeken keresem mindig a bónuszt, ahol nincs. Aztán utána később meg tök könnyen rájövök. Tehát például ott megint egy csomó időt elszúrtam, hogy na hol lehet az utca, aztán könnyen megszereztem itt. Úgyhogy ezután mindig az lesz, hogy azért egy picit inkább... Ebben a Mario verzióban egyébként olyan nagyon nincsenek elrejtve ezek a dolgok. Tehát tuk, úgy emlékszem, hogy régi verziókban sokkal-sokkal többet kellett keresni az, hogy ki legyen maxolva. Azért picit próbálnak nyitni az ilyen... Hát nem tudom, hogy mondjam, nem ügyetlenebb vagy kevésbé rutinos, hanem azért inkább akár a fiatalabb generáció felé, akár bármi olyan közösség felé, aki nem egy elmebeteg megszállott ilyen bakker, ilyen Mario fan. Mert tényleg régi játékokban iszonyat módon el voltak azért ezek még rejtve. Most ezt az 1-2-3-as fejelgetőst ezt nem nagyon tudom megszerezni. Illetve most továbbra is ez a sztori, mint az előzőnél, hogy a challenge nincs meg egyenlőre. Remélem nem ez lett volna a challenge. Amit most sikerült elmisszolnom, jön a cuki. Jaj, de aranyos szelgőny. Be van szorulva a kis feje. Hát gondolom ott kéne valamihez hozzáérnem, hogy kinyíljon a challenge ott alul. Rosszul gondolom fel akkor. Akkor ez elvileg azért kell, hogy én oda fel tudjak ugrani. De én elvileg anélkül is fel tudok oda ugrani. Jaj, te rohadt! Ez most jó volt nekem? Nem biztos.
Lehet, hogy azokról kellett volna tovább ugranom? Na jó, mindegy, ne latolgassunk itt. Kéne a challenge, srácok. Aha, ide kéne egy valami platform. Na, az ide csúszik. Halló? Ide bizony. Oh, de egy esélyem volt, hogy egyből belépjek rajta. Ó, oh, bakker. Azt hittem, hogy van olyan jó fej, hogy ott megáll. De nem. A Mario játékok nem a jó fejségükről híresek. Anyád! Ja, Istenem. Akkor itt balra már voltam, ugye? Ott volt Tallér. És az elvileg most nekem megmaradt. Szuper. Hát és akkor majdnem biztos, hogy jaj, hogy azon az ajtón bemegyek, akkor ott lesz gondolom a challenge. Azért ezeket fejeljük szét, hát ha kapok valami bónit. De nem. Sajnos nem. Jó, és akkor kelleni fog nekem az a... Jajajajajaj, na most szúrtam el. Kicsit mondjuk ráálltam a tüskére, de úgy látszik ez még a viselhető mennyiség volt. Ezt se annyira értem, hogy ja, de igen, ezt azért borítjuk be, hogy tovább tudjunk menni. Jó, és szegény az a cuki. Jó, akkor most itt készülök, illetve kicsit előbb fölugrom rá. Megpróbálok legalábbis, és aztán akkor ott nyomunk egy fölfelét, amikor az ajtónál vagyunk. Na hát megy ez, ha tudom, hogy mi a feladat. Oj, nehogy leessél! Ah, már pedig leesik! Basztus utók elérni! Légy szíves, ne pusztulj el! Ja, hogy nem, azt hittem beesik teljesen véglegesen a... zószéba. Oha! Oha! Igen! Ez egész esélyes lesz, hogy túlszak a taknyon, és lögdösnek a... izék... zselégombócok, nem fogok beesni a lávába, az a jó. Ugyan már méresnék be. Ez egy kicsit szemét. Nem nagyon. Ez... ó, jó édes! Basszus! Ez... na jó, mondjuk az izének jó, ilyen kis bónuszgyűjtőnek. Jó néni kéd, hát... na, jó, hát ez se volt olyan nehéz, nem egyáltalán hosszú. Csak az másik körben az elején már egyből elbénáztam. Igazából van itt 80 másodperc, ez jó sok, nem tudtam milyen hosszú a pálya, tehát azért elég rövid, úgyhogy nyugodtan, akinek van türelme, az kicsit pattogjon itt a falakon. És tud szerezni ilyen kis talérkákat, ezek azt hiszem tizedek, de hát mindegy, attól az még... hoppá! Ezt nem tudtam, hogy már itt vagyunk. Attól az még jó, ha összegyűjtjük. Na jó, hát akkor... elvileg még egy pálya. De tudva, nézzük, hogy merre nyitja az utat. Ott jobbra hátul láttam egy új kitűzőnek a pályáját, ilyen jelvénynek, ami úgy tűnt, mint egy virág. Tehát jó esetben jó lenne, ha már kapnánk olyat, hogy lövéssel induljunk a pályán. Ott jobbra fönt. Az eléggé úgy néz ki, mint egy virág. Aztán nem biztos, hogy az lesz. Te itt tudsz ütni egy falat, cukorpofa. Na jó lenne. Ezeknek mindig kell fizetni egy kis pénzt. És akkor néha... nem, ez megint egy életet ad. De nem kell már nekem ennyi élet, cuki fej. Tök édes pofa vagy. És mi lesz, hogyha 99 életem lesz, és úgy akarsz adni egy életet? Hát akkor itt most nem tudunk mást, mint átmenni a csövön. Úha. Megnyerő hely. Ó. Hát lesz még itt azért pár pálya. 11 kell oda? Ja, nekem a 16 van, jó. No, de itt van még egy ilyen... valami. Akkor ez lesz a következő epizód.